Meghirdette a Civil Kerekasztal Egyesület a civilek erkölcsi díjainak átadási ünnepségét, tehát a köszönet napját. Az ajánlásokat már várja a szervezet egészen november 24-éig az év civil embere, mecénása, fiatalja, közössége, szponzora és önkéntese kitüntetésekre. A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület berkein belül sok éves hagyománya köszönet napjának megrendezése és a díjátadás. Az idei felhívást a mai sajtótájékoztatón ismertették. A jelöléseket a holnapi naptól kezdve november 24-éig várjuk a Civil Kerekasztal irodának a címére, vagy személyesen a Civil Kerekasztal munkatársainak a megkeresésével, illetve a Civil Kerekasztalnak az e-mail címére, civilkerekasztal@gmail.com. A pénteki sajtótájékoztatón az ajánlások mellett egy megemlékezésre is invitálta a szervezet a lakosságot október 26-ára Balázs László emléktáblájához. Az Egyesület, a Zeneiskola és a Múzeum közös koszorúzást tart a Kazinci utcában. Balázs László, aki Nagykanizsán volt, eddig úgy tudjuk legpontosabban, hogy olajbányász tanuló, tehát valószínűleg egy szakmunkás képzésben vett részt. Ő a kijárási tilalom alatt akart visszamenni a szállására egy családtól, amelyiknél az estét töltötte ezen a 26-ai napon, és a városparancsnoknak a háza előtt ment el, ahol a kijárási tilalomnak az ellenőrzésére kirendelt katonai járőr lőtte meg. Az 56-os nagykanizsai forradalmi események legfiatalabb áldozata 1956. október 26-án kapott végzetesnek bizonyuló lövést. Emléktáblájának koszorúzását október 26-án délután 3 órakor tartják.